Vranka Zsolt egyedül neveli 4 gyermekét, akik 13, 10, 6 és 4 évesek. A gyerekek közül 2-en már iskolába járnak, 2-en viszont még az apuka felügyeletére szorulnak. Ez az egyik oka annak, hogy nem tud munkát vállalni. Emellett komoly egészségügyi gondokkal is küzd. Az is, hogy nem bírok elmenni dolgozni, és a legkisebb gyerek 4 éves, és az óvodába nem bírom beiratni az anya aláírása nélkül. Szóval meg, hogy várjam, hogy megtörténjen a vállóper, hogy elkapjam, hogy én legyek a sztárátej, hogy magam beírjam íratni az óvodába gyereket, hogy elbírjak menni dolgozni. A család háza is felújításra szorul már, a férfi eddig önerőből saját kezüleg próbálta elvégezni a szükséges felújítási munkálatokat. A házat is kell csinálnom, elkezdtem itt valami áramot csinálni, utána elfogyott a pénzem, arra sem nincs, az ablakokat is ki akartam csinálni, például arra sincs pénzem, úgyhogy ha valakinek van valami használt PVC ablaka, vagy valami, azt is elfogadnám, hogy kibírjam cserélni. Még ilyen. Mit tudom én, befessem a házat, mert arra sincs pénzem belülről, mert az egész szét van verve, szóval az egész házat be kéne festeni. A családnak emellett élelmiszerre lenne szüksége, de tisztítószereket, tisztálkodási szereket is elfogadnak. Aki valamilyen módon segíteni tud a Vranka családnak, az a 060 32 96 649-es telefonszámon tudja elérni Zsoltot.